Köszöntjük Jézus Ura reformálását. Annak ellenére, hogy Krisztusban elnyertük az egység ajándékát, mégis ragaszkodunk szétszakadozottságunkhoz. És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Köszönöm, hogy megtaláltad.
útja pedig semmire vész. Hasonló hírektek a sokasságát halljuk a világból. Sokszor úgy tűnik, mintha már nem is lennének, egyáltalán nem is lennének jó hírek. Már az is egy nagy kérdés lenne, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten szent igéje, a Biblia világossá teszi számunkra, mi a jó és mi a világosan papírra is tenni. Ne is írják. Némelyek, akik olvassák, azt mondják, milyen jó, hogy ezt beírták. Milyen jó, hogy vannak valakik, akik talán jobb lett volna, ha nem írták volna le. Mert valaki akár érzékenyebb, vagy kellemetlenül is érintett, ez a nyilvánvalóan leírta.